Szép napot kívánok mindenkinek, jó reggelt! Úgy gondoltam, hogy egy több részből álló olyan filmet csinálok, aminek az lesz a lényege, hogy Szlovákiáról fog végül is hát egyfajta bemutatást csinálni. Hát a szlovák hegyekről, hágókról, szebb helyekről, emelkedőkről fog szólni. Most jelen pillanatban Vámos fölött vagyunk, Brezno igazából, tehát Breznótól körülbelül 7 kilométerre, 700 méter magasan vagyunk, és előttünk itt az alacsony Tátra látható. Hát jobb oldalt itt a tető mögött az a Csertovica hágó, aztán a Dombier, Gyömbér, majd a Hopok, és hát amott a távolban, ott végül is a Fátra látható. Úgyhogy hát ma ez lesz az úti célunk, hogy hát itt átmegyünk végül is ezen a jókora emelkedőn, végül is a hágóan 1300 méteren van, majd a Liptói völgyön, a déli oldalról felmegyünk a Demény völgybe, ami ugye a Hopok alá megyen, de hát majd részletesebben útközben. Tartsatok velem, ha esetleg úgy gondoljátok, hogy felkeltettem az érdeklődéseteket. Megmutatnám a másik oldalt is. Végül is, ami előttünk halványan kékbe látható, az a Murány. Tehát a Murányi hegység. Egyébként onnét is tervezek majd Murány felől, maga a városból, fel a Murányi hegységbe, át a hágón, valamelyiken nagy valószínűséggel a Burda hágón, az egy ilyen földutas szakasz lesz, de az is rendkívül látványos. Tehát ez itt Murány, de most minket nem ez érdekel, hanem ténylegesen ez. Szóval elsőnek egy lejtőn jövünk, hát nagyon rossz az út, úgyhogy igazából nagyon megengedni nem lehet. Le fogunk gurulni körülbelül 500-550 méterre, és onnéttól fog kezdődni igazából az emelkedő, tehát fel a Csertovicára. És hát ha már a béni barátom, közben mutatom, ez itt Vámos, hát magyar nevű Vámos egyébként, Pod Dombier, tehát végül is a gyömbér alattinak nevezik, tehát ilyen meghatározó, hát jó rá az, az egész. Szóval bemutatom Bénit, ő jött most velem erre a túrára, ő egyébként Szlovákiában, Szilicén lakik, Benjamin. Egyébként jó hűvös van, augusztus másodika van, de a hőfokról csak annyit, ja, és itt mutatnám, hogy még egy régi ilyen lő, nem tudom minek mondták ezt, ilyen bunkerszerűség, tehát nem csak Albániában van bunker, hanem itt Szlovákiában is, még ugye visszamaradva a partizán, meg mit tudom én milyen időkből, úgyhogy azt hiszem van még egy másik is itt valahol, de lényegtelen, nem ez igazából a meghatározó. Szóval lassan le is érünk, és innét aztán elkezdődik az emelkedő Jarabál felé. Jarabáról nem sok mindent tudok, körülbelül 40-45-en lakják. Hát egy ilyen kis igazából a bányászattal foglalkozó település volt. Hát végül is Brezno, ha már megemlítettem, őróla is néhány szó, hát elméletileg Brezno is egy bányaváros volt, németekkel lett ugye betelepítve annak idején. És most kimegyünk a főútra.
Itt egy pillanatra megálltam. Ez igazából egy Csevice forrás. Egész jó ki lenne építve, csak sajnos a környezetét úgy néz ki, hogy mostanában nem igazán tartják karba. Eléggé észrevehetetlen, de azért megmutatom annak, aki esetleg erre jár. Tehát itt meg lehet azért állni. Ez még közvetlen a hegy alatt van. Itt aránylag még nem nagyon emelkedik 2-3%-kal. Megyen fölfelé. De nem innét veszek vizet, majd van egy másik kiépített ott. Ott fogok vizet venni, mert egyébként meg nem hoztam. És szerintem fog kelleni. Kis patak itt folyik mellettünk lefelé. Elég gyors folyású. Nem tudom a nevét, majd feliratozom. És hát persze mindenfelé erdő van. Mind a két oldalban. Nagyon szűk a völgy, elég nagy a forgalom is. Egészen jó hangja van a kis pataknak, de hát zúg lefelé rendesen, mert hát azért emelkedik ez körülbelül 6-7%-kal folyamatosan. Itt van ez a kis valamikor egykori bányász település, hát nem sokan lakják, most sem. Még amit meg lehet itt mondani, vagy mutatni ahhoz, hogy vadonás új tükörasfalton tekerhetünk, és hát ez azért abszolút nem mindegy. Ott van egy menedékház, vagy hata, ahogy a szlovákok mondják, de igazából valami étterem lenne, meg talán szállás lehetőséges. Ezek is jó kis faházak itt. A lényeg az, hogy hát egy alkalommal bementünk, hogy kajálunk, hát ott voltunk vagy 10-15 percig. A kutya hozzánk nem szólt, aztán eljöttünk szépen. Úgyhogy lehet, hogy azóta már változott valamit. Eléggé nagy a forgalom, de azért jó biciklizhető. És akkor most megmutatnám a másik forrást, amit már egyébként említettem. Tehát itt ez azért le van fedve, és hát ez is ilyen Csevice valami. Minerálni prámen, és gyakuljam meg stb. Tehát végül is itt folyik a víz. Ezek a hosszú egyenesek, ezek tudnak olyan nagyon végtelennek tűnni, mert ugye emelkedik is, nem nagyon halad az ember, vagy legalábbis lassabban, és úgy érzed, hogy soha büdös életben nem érsz ki. Hát lesz benne egy pár ilyen, de egyébként meg hát közeledünk azért, mert körülbelül 1000 méteren vagyunk. Hát az egyenesnek vége úgy, hogy nem sokára jönnek megint a kanyarok, de amit igazából szeretnék megmutatni, az ott fölöttünk. Hát az azért. Szóval az még nem itt van. De jól néz ki. Fönt már gyephavas van, rengeteg a turista út, fönt gyalogos út, helyesebben tehát csak gyalog járható. Arra bal oldal felé lehet gyalogosan elmenni a gyömbérhez, meg a hopokhoz. Hát mi is a hopokhoz megyünk, de mint az úton és alul fogunk menni, úgyhogy majd felbiciklizünk oda. És hát rengeteg egyébként tényleg az autó, de ettől függetlenül azért nincs gond. Nagy többsége egész szívesen kikerül. Hát persze egy-kettő azért a fülünket súrolja, de hát na, ez van.
Egyébként meg látványos. Jó, erdőbe megyünk meg ilyenek, de azért... Azért, na, jó ez. Na, most vagyunk 1000 méteren végülis, az előbb még hamar mondtam. Még innét 300 méter a szint. Lehet látni a sziklákat. Víz folyik rajta, sok helyen megreped, leomlik. Hát fönt ott fölöttünk egész szépen lehet látni a gyephavast, tehát ott már végül is, még itt ha megnézek, javarészt lombhullató is van, persze fenyő is. Fönn már szinte csak nagyon alacsony fenyők, és hát ott már csupasz 1150 környékén vagyunk, úgyhogy hát nem sok van a tetőig, de viszont nagyon sok az autó. A szél ott is az oldalba kitördelte a fenyőfákat, sajnos lecsupaszította. Hát igen, itt viharok vannak, amiről majd egyébként kint mondok is néhány dolgot. Én viszont mutatnám lefelé a völgyet. Kiértünk a Csertovicára. Hát van itt ilyen Cata nevezetű menedékház, szállás, étterem. Itt is van egy kis büfé, kerthelység, stb. Visszafelé ott lent a völgy. Végülis ezen a völgyön jöttünk. Itt a sípályának az alsó részét lehet látni. Természetesen jóval hosszabb. És ha esetleg van, aki nézi a filmjeimet, akkor innét már tettem fel gyalogosat. Tehát gyalogos túra, vagy nem tudom pontosan mi a címe. De végülis ott mentem ki, jó meredek, és elmentem arra kifelé, 1620 méter magasságig. És hát végül is ez a Csertovica. Szedló Csertovica. Hát itt gyalogtúrák szervezhetők, tehát jó kis gyalogos lehetőségek vannak, gyalogos túra lehetőségek. Természetesen ez is itt sípálya is egyben, télen. És hát innét aztán megkezdjük a gurulást, ami körülbelül 17 km lesz. Úgyhogy továbbra is azt tudom mondani, hogy tartsatok velem. Hát meg kellett állnom. Egész jó ez a felvétel itt talán. A lényeg az, hogy elejtettem a vizemet. Úgyhogy itt van. Volt egy kis káromkodás is benne, de ráadásul meg hát kis hián bementem ebbe a vízmosásba. Hát az szép lett volna. Nem sok híja volt. Szóval... Hát a fa most éppen takarja, de talán meg tudom mutatni majd. Ott a fának a jobb oldalán. Az a kúp alakú, az a kriván. Az gyakorlatilag a Magas Tátrának nyugat felőli záróhegye, vagy úgy is mondhatnám, hogy az az utolsó kimagasló pontja, 2500 valamennyivel, aztán balra tőle már a Liptói Tátra látható, vagy a Nyugati Tátra. De azért megpróbálok filmezni.
Tehát ott a Krivánát lehet még egyszer látni, és akkor itt velünk szembe a nyugati, vagy másik nevén a Liptói Tátra van. Nagyon nagy a forgalom, sajnos vasárnap van. Hát nem a legjobb időzítés ez mondjuk a túrabringázása, de hát ez van. Mellettünk itt az Alacsony Tátrának már az alacsonyabb részei, hegyei láthatók, ami persze még mindig 2000 méter környéke. Ez a völgy, illetve hát ugye javarészt a hegyet lehet látni, de a kettő között a völgyet, hát itt eléggé intenzíven ment egy korona a bányászat, mai napig lehet nyomait felfedezni, amott lent megyen az út. És amott kint a csúcs, az gyakorlatilag az a gyömbér, hát 2020-25-50, nem tudom pontosan. Itt meg aztán jó, meredek lefelé, fölöttünk a hatalmas hegy, és hát igazából elteszem a kamerát, mert hát egyrészt nagyon meredek, másrésztről meg egy kézzel tudok csak fékezni, azon felül lehet, hogy a szél is besűvít a mikrofonba, viszont annyira fantasztikus ez a hely, hogy igazából meg, tehát az ember ki se akarja hagyni, mármint hogy ne legyen filmre véve. Minden nap nem közlekedik itt az ember, sajnos tényleg nagyon sok az autó. És hát végül is ez az a völgy, most már ugye közelebb értem hozzá, ez az a völgy, amit mondtam, hogy itt voltak a bányák, egykoron hát rezet, aranyat, ezüstöt bányáztak, most gyalogolni lehet, tehát és végül is a gyalogtúrákat lehet itt kiaknázni, és mindjárt Királybocsán településhez érek, itt jobb oldalra fog elterülni. Hát ez itt lent végül is Királyboca. Hát mondanom se kell, hogy végül is Mátyás király idejéből lelhetők fel az első okiratok. Aztán itt meg a nagy csupasz hegyek. Egy pillanatra, mert hát itt hogy mondjam, menet közben ezeket úgy nem nagyon lehet fölvenni. Nagyon sok mindenre kell figyelni. Rengeteg az autó, elég rossz a patka. Az előbb majdnem elestem a anyjába. Kis hiány. Szent Iván Boca nevezetű helyre. Ez pedig itt, ez a kis patakocska, ezt nem fogjátok kitalálni, ez a Boca névre hallgat. És hát változatlanul nagyon nagy a forgalom, de hát végül is nem csoda, mert
alacsony Tátrának a közép részén végül is ez az egy út vezet át. Ugye a keleti részén a Vernár felé, a baloldali részén, a nyugati részén ott végül is a Donovali felé lehet átmenni. És ez meg már Maluzsinál település. És itt ezt a sziklát szerettem volna megmutatni, azért is van elővéve a kamera. Sajnos mindig takarásban van. De talán most előtűnik. Hát jó fent van. Lejöttünk a főútról. Nem a földútról. És most Idló nevezetű, lehet, hogy nem így kell mondani, nem tudom, majd elolvassuk. Nevezetű hágó felé megyünk. 1130 méteren van, és Liptovszki Jan nevezetű helyen, de úgy is mondhatnám, hogy Szent Iványra fogunk lejönni. Szóval bejöttünk ilyen üzemi területre, ilyen kőfejtő van itt, meg mit tudom én, le volt sorompózva, meg hogy behajtani tilos, meg hogy kamerával megfigyelt, meg hogy kutyával őrzött. Aztán úgy döntöttünk, hogy azért hát csak átjövünk, nehogy már. Szóval, ha már megígérte a gyerekeknek. Szóval fedezzük fel Tótiát, látványosságait, és akkor mutatom, hogy mire ez az egész. Itt van egy hatalmas nagy kőfejtő. Ha nem kicsi, még pedig lenne ezt a nagyon kemény kőzetet. Őrlik itt, valószínűleg utat építenek belőle. Szóval így van sorompó, aztán ugye a táblák, pozor, meg stb. Tenyér mutatja, ne gyere be, menjél ki, maradjon, meg ilyen apróságok. És ez a mellettünk folyik egy kis patak egyébként, és ott jelzi, hogy ez a Svidovszki patak, és a Svidovszki hágóra megyünk végül is. Igazából forgalomtól elzárt részen megyünk, amúgy meg aszfaltos. Mellettünk a kis patak, jó kis szűk völgy, fenyőfák. Hát egyrészt látványos, másrészt meg olyan jó hűvös is. És hát még egyszer nem győzöm hangsúlyozni, hogy nincs forgalom, és ez hát azért a mai világban megbecsülendő. Na szóval, megyünk tovább. Komoly szikla meredélyek mindenfelé. Hát fönt már a Gyömbér, aztán a Stefanika hágó, van még más is, csak éppen most meg nem tudom mondani. Hát már jó kint vagyunk, végül is, szerintem közel az 1100-hoz. Hát végig emelkedett rendesen, 9-10%,
mondanom se kell. Itt folyik mellettünk a kis patak, aminek szintén nem tudom a nevét. De talán annyira nem is fontos. Csak hogy mégis legyen fogalmatok róla, hogy hol járunk. Egy picit, nagyon picit ránközelítek. Ott szemben a magas Tátra van, és ott végül is ezen a völgyön haladunk kifelé. Hát végül is ezek is olyan 1400-1500-asok lehetnek, és hát még nem vagyunk kint. Közben elég nagy a biciklis forgalom is. Ez már jó kis sűrű erdő, elég sötét is. Mondjuk a videó sokat világít rajta. De erre szokták mondani, hogy ez már jó kis medvés hely, akár farkasos. Valamelyik nap épp valami olyan információ volt felrakva, hogy a Mátrába gyalogos turisták találkoztak össze medvével. Hát na. Most már egy ideje. Szerintem, mintha kint lennénk. Hello. Nem emelkedik, vagy legalábbis csak éppen hogy. És hát a jobb oldalon ilyen sziklás rész van. Jó néz ki. Ami eléggé érdekes, például mutatom itt, hogy ez gránit. Tehát az egyik legkeményebb kőzet, tehát az Alacsony Tátrának ezen részét, tehát a főgerincét gránit alkotja. Ugyanakkor a másik oldalon, amit mutattam, persze most innét nem lehet látni, de majd még fogom mutatni, az viszont mészkő. Hát ez itt már a Svidlovszki. És a hágó, akkor természetesen biciklisek is vannak. Ez az Alacsony Tátra Nemzeti Park. 1130-on vagyunk, ott vannak fönt azok a mészkősziklák, amit az előbb említettem. És innét viszont már az utunk lefelé vezet. Tehát ezen a völgyön fogunk lemenni jobbra. Balra ugye végül is az Alacsony Tátrának a főgerince látható, ott a fenyők között, például ott az egyik csúcs, talán a hopok, azt hiszem, hogy igen, itt valami partizán emlékmű látható, ugye tudva lévő, hogy óriási partizán tevékenységek folytak itt Szlovákiának ezen részén. Kijöttek szalonnát sütni, meg egyéb. Maig élő, Történelmi Múzeumban maig élő partizánokat őriznek még mindig. 75 évvel a háború után, bizony. Na, mindegy, szóval. De még mai napig partizán szövetség, vannak meg klubok, meg mit tudom én. Azt nem tudom, hogy kinek. Hát ez az érdekesebb része a dolognak. Minden esetre maradjunk a hegyeknél, gyönyörű a hely, fantasztikus a táj, csodálatos élmény itt kint lenni. Kicsit fúj a szél, egyébként kellemes az idő. Főgerincről egy gyalogtúra alkalmával már láttam ezeket a sziklákat, és akkor úgy el is gondolkodtam rajta, hogy valószínű, hogy egyszer el kell jönni ide helyesebben, megnézni.
És hát végül is ez most megtörtént, nem igazából tudatosan, tehát annyira már ez nem volt meg, hogy ezzel mondjuk itt fogok találkozni, de most összetalálkoztunk, és innét az ember már most úgy visszaemlékezve felismeri, de amúgy meg ez a völgy is, ez is egy fantasztikus, hát nagyon szép. És akkor még egyszer mutatnám ezt, a fehér sziklákat, és remélem, hogy be tudom fogni ott a csúcs alatt valamennyivel. Csak hát én ezen a kijelzőn, a kis kijelzőn, de talán most ott van középen. Ott a sziklán van egy lyuk. Talán lehetett látni. És akkor végül is mutatnám az attrakciót, a panorámát. Ez itt a főgerinc. A csúcs egészen fönt már egy picikét felhőbe van. Tehát az alacsony Tátrának a főgerincét látjuk. Bal oldalra azt hiszem, hogy ott megyen át a Stefánka, az olyan 1700 méteren van, és most itt ezen az úton le a völgybe lemegyünk Szent Iványba, vagy ahogy a Tóth mondja, Jánnak nevezi. Hát valami költő vagy író volt ez a Ján, nem tudom milyen Ján. Náluk, és hát gondolom, hogy arról kapta a nevét. Liptovszki Ján végül is a teljes neve a településnek. Na, ott megy lent az út. Béni már ott húz. 1000-rel. Hát én meg úgy gondoltam, hogy azért filmezek is úgy, hogy csak óvatosan tudok menni ezen az egyébként nem túl jó minőségű úton. Két kézzel persze lehet menni, de így egyel nem igazán. Hát ott igazából meg se nagyon álltam. Meg lehetett volna mutatni, akkor a kutyák voltak, mint egy medve, szerencsére megkötve. Hát ugye ez gyakorlatilag egy esztena, ahogy a román hívja, magyar nevén juhászattal foglalkozók élnek itt ezen a részen, legeltetnek valószínűleg, most a juhok nincsenek itt ugyan, sőt senki más nem látok, ez itt gondolom a fejő berendezés, de még mindig itt vagyunk a sziklánál, és ha itt vagyunk, akkor őt is megmutatom, most már 1000 méter alatt vagyunk, és megyünk lefelé. Ezt a hegyi patakot próbálom megmutatni. Hamonnét is jön be, az már mondjuk kívül esik, tehát Hamot is jön be egy patak, de végül is innét a hegyről is jön lefelé. Nagyon tiszta vize van, gondolom hideg is, nem igazán fürdésre való. Hát közben gurultunk vagy 8 kilométert lefelé az erdőn keresztül. Igazából látványos volt, de a filmen úgy se adná vissza lombozatot, erdőt, stb. Tehát annyira nem lenne élvezhető, úgyhogy nem készült róla felvétel. Liptovszki Ján nevezetű helyen vagyunk, Szent Iván, magyar nevén. Ez pedig egy mini Slovensko, tehát mini Szlovákia. Hát itt várkastélyok, meg hát olyan nevezetesebb épületek vannak. Igazából sok minden innét látni nem lehet. Hát ilyen makett végül is. Még mindig Liptovszki Jánba vagyunk, vagy Szent Ivánba.
és ennek a helynek van egy érdekessége. Van itt egy természetes képződménnyel keletkezett kis tavacska, amivel különböző gázok jönnek fölfelé. Nem tudom megmondani, hogy milyen gázok. Ásványi anyagok, gázok, és hát végül is ilyen gyógyvíz. Hát most nem igazán teljesen tisztán, elég sokan vannak, úgyhogy föl van kavarodva. De itt talán tudom is mutatni. Ott is jön fölfelé, talán lehet látni. De több helyen mindenfelé jön a gáz fölfelé. Hát végül is valamilyen gyógyászati célra valószínű, hogy jó. Igazából mind a mellett, hogy fürödni is lehet itt, folyik a víz is. Tehát ez a gyógyvizet akár el is lehet vinni, vagy itt is lehet fogyasztani. Lassan kiérünk a főútra. Ez még itt mindig Liptovszkiján. Szembe velünk a Nyugati Tátra, vagy Liptói Tátra. Lassan megszokjátok, mind a két nevét mondom. Amott lehet messzire látni a Krivánt. Itt lehetne fölmenni az autópályára. Igazából ezt kihagyjuk. Igazából visszatekintve mutatnám azt, hogy hol jöttünk át. Ez a vág. Sikerült lejönnünk a főútról, meg kijönni a városból, Liptó-Szent Miklósról. Hát ilyen ipar telepek mellett jövünk most. Jobbra a vág van mellettünk, de ez legalább nyugodtabb ez az út, úgyhogy és megyünk a Demény völgy felé. Demenová Dolina. Ha valaki mégis ne adj úristen erre járna, az akkor nézze meg, mert ezen a kis hídon kell itt átjönni. Szóval a következő a helyzet, hogy a főúton ott nem csináltam felvételt, mert az nem igazán lett volna egyébként sem látványos. Ez a Demény völgy, Demenovská Dolina. Ide jöttünk ki. És hát majd próbálok még mutatni sziklákat. De ami a lényeg, hogy hát most ilyen jó kemény kis emelkedő vár ránk, ezt még ugye megpróbálom kimenni a tóig. Fent ott a felvonók működnek. Ez meg egy elég ótvar terület itt. Hát nem kis ellenállására egyébként a szlovák embereknek. Elég sokan tiltakoztak ellene, hogy megint ilyen szinten széjjel rombolják itt ezt a gyönyörű környezetet. De hát ugye a pénz hatalmi dolgokat nem lehet megállítani, pénzt kell termelni, minél több bevétel, ez a lényeg. Jön a turista, fizessen, aztán hagyja itt a pénzét. Szóval ennyit a politikáról, aztán megyünk tovább.
Tehát innét elindul kifelé a menet. Szóval mutatnám itt, az előbb lehet, hogy a fenyőfától nem igazán lehetett jól látni. Hát itt legyen a komoly építkezés, mögötte fent azért fantasztikus sziklák, meg ilyenek. Úgyhogy mondhatnánk azt is, hogy fejlődik, de hát ugye minden fejlődésnek vannak azért árnyoldalai. És hát itt egy 10-12%-on azért megyünk kifelé, elég sok az autó. Parkolók, hát itt konkrétan már nem nagyon vannak. Itt meg elkezdődött a szerpentínezés. Hát, mit mondjak, 6-3. Tudjátok mi ez a 6-3? Hát ez konkrétan, már most 6-2. Az angol-magyar, ugye? Ha jól emlékszem. Na hát nehezen, de azért kiértem, nagyon sok tényleg az autó, kurvára figyelni kell. Itt van a Biela put, 1117 méter, itt van egy szép kis tó, ott van kint a hegy, ahova valószínű, hogy ki fogok menni, de hát majd mindjárt kiderül. Először már itt azért valamilyen szinten körbenézünk. Úgyhogy hát na, jó néz ki minden. Faszávú. Szóval végül is itt kint ér véget ez a kis rövid film, kis rövid videó. Itt el is köszönnék mindenkitől, köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy fölkelti az érdeklődéseteket. És ahogy mondtam, innét még kimegyek a hegyre, gyakorlatilag a Hopokra. Ott széjjel nézek, sajnos a légköri viszonyok nem annyira tiszták, mint amennyire szeretném, de ettől függetlenül maga a helynek a varázsa az eszméletlen. Eszméletlen szép. Úgyhogy, hát én javasolni tudom mindenkinek, hogy aki teheti, vagy akit érdekelnek az ilyen jellegű dolgok, az mindenféleképpen jöjjön el ide. Nézze meg. És hát jó szórakozást a filmhez. Köszi, szervusztok! A bicikliút után egy kis bónusz felvételként feljöttünk a Hopokra, lent a Liptói-tó látható. A Lanovkának az állomása, fent a rotunda. Ez pedig itt a déli oldal. Mondjuk elég párás a levegő, nem nagyon lehet tisztán látni semmit. Tehát ott fent a Hopok legmagasabb része. Tőle balra a Gyömbér, Dombier.
Ez a következő völgy az a Szent Iváni rész. Szvidló szurdokkal ott jöttünk el. Magas Tátrából semmit nem lehet látni. Időközben fölkapaszkodtam én is erre a kőtömegre, és itt éppen megbeszéltük, hogy mekkora munka volt ez itt összegyűjteni, összerakni ennyi követ, de az is lehet, hogy nem emberek hozták ide. Dole. Vyššie sa už ani nedá ísť, nie? No a teraz bude sranda zasa. Ko? Dobre, počkaj. No presne, tak pláž. Od sandálky a... Na pláž nemôžeme ísť, tak musíme ísť tuto, no. Ja neviem, čo som si to zobral. Máš tam taký špek, no. Máš také leťaké. Musíme sa ufotiť. Teraz? Áno. Feljöttem ide az emeletre is. Van itt egy ilyen jó kis terasz. Ez pedig, ha valaki nem ismerné meg, ez a Harry Potterből a magyar sárkány. Ugye nem találtátok volna ki. Visszafelé is fényképezünk, megállok, mert mégis fantasztikus sziklaalakzatok láthatók, kicsit megpróbálok rá közelíteni. Hát igazából fentről ezeket a hegyeket ilyen nagyon picinek, valahol lent láttuk, de azért innét azért látható, hogy nem is olyan kicsik ezek. 1300-1400 méteren vannak körülbelül fenn. Fantasztikus szép fenyők. Ez egy parkoló végül is. És akkor mutatnám, hogy itt jön a víz lefelé. Hú, micsoda a hely!